kárenyhítés. Országos szinten 5006 jég- és fagykárbejelentés érkezett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz. Ebből 1528 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Illegális szeméthalmok. Tavaly mintegy 180 tonna illegális hulladékot szedett össze Nyíregyháza közigazgatási területén a NyírVV. Újabb rekonstrukciós munkák. A középkori templomok útja program folytatásaként a délnyírségben található templomok újulhatnak meg a következő években. Országos szinten 5006 jég- és fagykárbejelentés érkezett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz. Ebből 1528 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az érintett gazdáknak valamivel több mint 4,8 milliárd forintot fizetnek majd ki az összesen 24 milliárd forintos kárenyhítési alapból. A gyümölcsösökben már javában tart a meccés, a legtöbb helyen a következő hetekben be is fejezik. Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek Rozsály és Uszka környékén. A jégeső nem csak a házakat rongálta meg, a napraforgó ültetvényeket és a kalászosokat is tönkretette. Szabolcs megyében nagyrészt innen, valamint további jég- és fagykáros gyümölcstermesztő gazdáktól összesen 1528 bejelentés érkezett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz. Országos szinten 5006 a számuk azoknak a gazdáknak, akik november 30-áig jelezték kárigényüket és jogosultak is rá. A kárenyhítés mértéke csak azoknak 80%-os, akik rendelkeznek úgynevezett üzletalapú biztosítással, ilyen mindössze a gazdák 12,5%-ának van országosan. Szabolcs megyében valamennyivel jobb a helyzet, a gyümölcs- és dohánytermesztők magasabb száma miatt itt ezt a fajta biztosítást is többen kötik, körülbelül a gazdák 20%-a. Lehet, hogy a tájékoztatásnak a hiánya is, illetve csak azok okulnak ebből, akiket kár ér a megyében, és ez inkább is jellemző csak a gyümölcsösökre. Ezért is halmozódik az a bizonyos kárenyítési alap már 24 milliárdnál tart, és látjuk, hogy 9 milliárd jön be évenként, és csak 5 milliárdot veszünk, hál' Istennek, hogy csak igénybe. Nyilván, hogyha egy nagy aszály vagy egy belvíz, ez kitakarítaná, ha nagyobb létszám lenne, ezért van javaslatunk, illetve a kormány elképzelése is az, hogy minél több gazdálkodó számára hozzáférhetőbbé teszi ezt. A kárenyhítési kifizetések idén elérik a 4,8 milliárd forintot országosan. A Szabolcs megyei összeg ebből a 1,5 milliárd forintot is meghaladja. A gyümölcsösökben lassan befejeződik a meccés. Itt ebben a tiszabercelli gazdaságban 40 hektáron 4 fajta almát is termesztenek. Itt már a fák 70%-át megmetszették. Az, hogy milyen termés átlag, azt még nem tudjuk megmondani. Meg kell várni a virágzást, nem tudjuk, hogy hogy vészelték át a rügyek ezt a elég kemény telet. Reméljük, hogy nem károsodtak, és reméljük azt is, hogy virágzáskor kedvező időjárás lesz, hiszen az fogja megalapozni a termésünket. A szakember kiemelte, a meccés során a legfontosabb, hogy elsőként eltávolítsák a beteg részeket. A jó meccés eredménye, hogy a növényvédőszer arányosan éri a fákat, illetve megfelelő lesz majd az egy és a több éves veszők száma is. Itt az úgynevezett fenyőfa elméletet követik a munka során, azaz felfelé rövidülnek a fák ágai, így a napfény is jobban éri majd őket. Tavaly mintegy 180 tonna illegális hulladékot szedett össze Nyíregyháza közigazgatási területén a NyírVV. A társaság munkatársai természetvédelmi területeken, elhagyatott utcákon, valamint oktatás-nevelési intézmények közelében is dolgoztak. Szerkesztőségünkbe több illegális lerakóról érkezett bejelentés a napokban. Sóstóhegyen egy óvoda mellett lomtalanítás utáni szemét csúfította a környezetet. Ezek a felvételek a hét elején készültek a Sóstóhegyi vasúti átjárótól, és így az Eszterlánc óvodától pár méterre rakták le ezt a hulladék kupacot. A kamionnyi szemét az itt élőket és dolgozókat is zavarta, vélhetően lomtalanítás után összegyűjtött hulladék, használt hungarocell darabok, ruhaneműk, vödrök és ágymatrac is volt a lomok között. A szemét csúfítja és károsítja a környezetet, a Sóstóhegyi eset visszavisszatérő jelenség. Ez minden évben így van, tehát ezt minden évben megcsinálják, nem tudjuk, hogy miért. Tehát zavarja az embereket, főleg itt, én azt mondom, az óra itt van 5 méterre. Tehát a kaputól szülők, gyerekek ezt látják minden reggel.
Pedig az illegális hulladék lerakás sem olcsó, mondják a szakemberek, a lomot szállítani kell olykor bérelt járművel több kilométerre, hiszen a tapasztalat azt mutatja, legtöbbször külterületi utaknál pakolják le a szemetet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ingyenesen is megszabadulhatnak a többlet szeméttől az emberek, tájékoztatta televíziónkat a Nyírvévé közterület fenntartási iroda vezetője. Keckó János elmondta, szelektív szigetek is vannak, valamint a hulladékudvarok bizonyos mennyiségig ingyen fogadják a szemetet, márciustól pedig valamennyi településen tavaszi lomtalanításokat szerveznek. Az illegális hulladéklerakások azonban plusz munkát és költséget jelentenek a településeknek. Társaságunk 2016-ban közel 180 tonna illegális hulladékot gyűjtött be, illetve szállított el a megsemmisítő helyre. Ez közel 2 millió forintos költséget jelentett nekünk, amire nyilván még a szállítás, illetve a rakodási költségek is rájönnek. A sóstóhegyi szemétkupac egy nap alatt eltűnt, azt is elszállították, a lomok között azonban sokszor találnak papírokat, iratokat, amik alapján lebukhat a hulladék tulajdonosa. Elsősorban el kell szállítani a területről a hulladékot, ez azt jelenti, hogy össze kell takarítani, egy mérlegjeggyel kell igazolnia azt, hogy azt arra illetékes szervnek átadta, illetve a közterületfelügyelet egy külön eljárás során kiszabja a megfelelő pénzbüntetést. A hulladéklerakással kapcsolatosan érdemes tudni, hogy a következő napokban több helyszínen lesz tavaszi lomtalanítás. Március 9-én Kisteleki szőlőben, 10-én szintén Kisteleki szőlőben, valamint Nyíresen és Nagyszálláson, 13-án Tiszanagyfaluban, Beszterecen és Kéken, 14-én Kedden pedig Gávavencsellőn. Ezeken a napokon a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el az illetékes közszolgáltató. Őrizetbe vette egy lopással gyanúsított férfit a Vásárosnaményi rendőrkapitányság. A nyomozás adatai szerint K. Csaba, 38 éves baktalórendházi lakos, még tavaly áprilisban betörte egy nyírmadai ház udvarán parkoló gépkocsi ablakát, és az utastérből több millió forint készpénzt, valamint személyes iratokat tulajdonított el. A rendőrök széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, és most elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. A bűnügyi őrizetben kihallgatták K. Csabát, és az illetékes ügyészség felé indítványozták előzetes letartóztatását. A délnyírségben található templomok újulhatnak meg a következő években. A középkori templomok útja program folytatásaként többek között a piricsei, a nyírbélteki és az újfehértói templomot is rekonstruálják. A reformáció 500. évfordulója jegyében indított a megyei középkori templomokat bemutató vándorkiállítás ma a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumba érkezett. Ezek a középkori templomok már álltak a reformáció idején, melynek hatására óriási átalakuláson mentek keresztül, mondta Gál Sándor esperes a reformáció 500. évfordulója jegyében indított vándorkiállítás megnyitóján. Az akkori templomok külsejükben ugyan megújultak, de megmaradtak az emberi és isteni kapocs szent helyéül. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomokban gazdag térség, az épületek művészi értéke jelentős. A több száz éves templomok felújítása az elmúlt években az egyik legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt volt, amely a határokon is átnyúlt. A rekonstrukción átesett templomok útjára egy tematikus túraútvonalat építettek, ami népszerűvé vált a térség belátogatók körében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valóban bővelkedik olyan középkori templomokban, amelyek azt hiszem, hogy arra érdemesek, hogy a nagyközönség számára is mielőbb megmutatásra kerüljenek, és ezeknek a templomoknak a nagy része meg is újult pályázati forrásokból, hál' Istennek, de természetesen szeretnénk folytatni ezt a projektünket. És a középkori templomok útja és a reformáció emlékév egy olyan lehetőséget ad számunkra, és itt azért még a Szent László emlékévet is megemlíteném, ami szintén 2017-ben van, amellyel úgy gondolom, hogy a turisztikai lehetőségeket olyan plusz erővel és plusz motivációval tudjuk megspékelni, amellyel talán sokkal nagyobb figyelmet tudunk fordítani ezen ritkaságainkra, amelyek a megyének azt hiszem, hogy kiemelt büszkeségei, hiszen például a megyei értéktárnak is a részei. A templomok útja program folytatódik, a következő években pályázati forrásból a délnyírség örökséghálózatát fejlesztik, többek között a piricsei, a nyírbélteki és az újfehértói templomok is megújulhatnak. Számos középkori templomnak a helyreállítására biztosíthat a terület és településfejlesztési operatív program keretet.
ennek égisze alatt kb. 20 középkori templom újulhat meg a közeljövőbe, és hát ami egy nagy lehetőségnek kínálkozik, hogy a templomutat bővítsük Kassa megye, Borsodaba, Új-Zemplén megye, illetve Hajdú-Bihar, Bihar megye irányába. Emellett a tarpai, a fehérgyarmati templom is bekerült a programba. Ezek az egyházi fejlesztések jelentős összeget tesznek ki. A reformáció örökségét bemutató tárlat tovább vándorol, március 18-án a Sonkádi templomban várja a látogatókat. Már a kifutóban láthatóak a kisfehér oroszlánok a Nyíregyházi állatparkban. A csöpségeket mindjárt megmutatjuk, előtte nézzük a híradó további témáit. Salgótarjánban is győzni tudott a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen 85-82-re nyertek a Nógrádi együttes otthonában. A nyíregyháziak a negyedik helyen állnak az NB1B keleti csoportjában. Ismét válogatott rögbi mérkőzést rendeznek Mándokon. Március 26-án vasárnap az U16-os és az U18-as magyar válogatott lép pályára Kárpátalja korosztályos csapatai ellen. Három fehér oroszlán született a Nyíregyházi állatparkban. A két hónapos kölykök kedden kezdtek el ismerkedni a kifutóval, anyjuk és apjuk társaságában. Jelenleg még anyatejjel táplálkoznak, de egy hónapon belül teljesen átállnak majd a ragadozó életmódra. A tavaly nyáron, illetve idén januárban született négy kölyökkel együtt már hat fehér oroszlán él a Nyíregyházi állatparkban. Idegesen járkál a kifutóban Inkosi, a kölykök apja, láthatóan nem tetszik neki a sok kíváncsiskodó. A január 8-án világra jött oroszlánokat eddig nem mutatta be a park, mivel a szakemberek sem tudták, hogy anyjuk képes lesz a kölykök felnevelésére. A tenyészpár tavaly augusztusban született, kókusz névre keresztelt utódát az anyaállat nem tudta táplálni, így a kicsit a gondozóknak kellett felnevelni. A ragadozók túlélési stratégiája az, hogy minél hamarabb újra vemhesüljenek, és ez meg is történt, hiszen most január 8-án világra jött három apróság, egy fiatalember és két kis hölgy, és most két hónaposan elkezdtek ismerkedni a külső kifutójukkal is. Igazi különleges színváltozatról van szó. 1994 óta a szabad természetben ezt az állatot, az ilyen szőrű állatot nem látták. Csupán 500 érdé belül a rezervátumokban és az állatkertekben is. Ebből most már 6 itt a Nyíregyházi állatparkban látható. A holland származású hím állat Inkosi és társa korábban Csehországból érkezett Binti 2015 óta él együtt a Nyíregyházi parkban. A tavaly nyáron született kókuszt eleinte az anyja nevelte, de teje elapadt a kölyök 3 hetes korában. A kis oroszlánt naponta 6-7 tápszerrel etették a gondozók, akik emiatt joggal tartottak attól, hogy a második vemhességnél sem fogja tudni ellátni az utódokat az anya állat. Szó szerint lélezet visszafolytva néztük, hogy vajon Binti most a második alommal mit tesz. Fogja őket nevelni, avagy nem, és mint látható és hallható a hátam mögött igazi család anyáról és családapáról van szó, hiszen bőszen védik a családjukat, és Binti nagyon gondoskodóan neveli az apróságokat. Jelenleg a kicsik még anyatejjel táplálkoznak, de már elkezdték a húsos takarmányt is fogyasztani, és körülbelül még egy hónap kell, hogy teljesen átálljanak a ragadozó életmódra, és húst fogyasszanak. A kicsik láthatóan jól érezték magukat, játszottak és futkároztak a kifutóban. A Dél-Afrikában őshonos, különleges színű oroszlánok ritkák és védettek, világos bézs bundájú kölyök egyébként csak abban az esetben születik, ha a szülőpár mindkét tagja rendelkezik azzal a ritka génnel, amely a fehér színeződést kiváltja. Salgótarjánban is győzni tudott a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen 85-82-re nyertek a Nógrádi együttes otthonában. A nyíregyháziak a negyedik helyen állnak az NB1B keleti csoportjában. A tabellát tekintve a vendégek voltak az esélyesebbek, viszont idegenben győzni nagyon nehéz az NB1B-ben is. Az első negyedet 10 ponttal nyertik a kék cápák, sőt a második negyedben újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez Siska János együttese. A harmadik negyed elején már 19 pont volt a nyíregyháziak előnye, amikor a Salgótarján elkezdte a felzárkózást. A hazaiak egyre közelebb kerültek ellenfelükhöz, a meccs végéhez közeledve már csak 2 ponttal vezetett a Blue Sharks, amely végül 3 ponttal győzött, sorozatban 5. bajnoki sikerét aratva. Nagyon értékes győzelem volt, tudtuk, hogy nehéz mérkőzés
lesz, mert a Salgó táján az életért küzd, tehát az utolsó előtti helyen áll, kiesés ellen hajt. Tudtuk, hogy nagyon keményen fognak védekezni ellenünk. Sajnos ebbe partnerek voltak a játékvezetők is, de az a lényeg, hogy nyertünk, ez volt a legfontosabb számunkra. Jobban tudtunk koncentrálni a végén, az erőlétünk sokkal jobb volt, mint az övéké, illetve amit a szezon alatt megszereztünk az ilyen mérkőzések kapcsán, mint például az óbudai kaszások irengeni meccsen, ott nem tudtunk úgy koncentrálni, rutint szereztünk, és talán ezzel tudtunk most nyerni. A nyíregyháziak irányítója, Bus Iván 20 pontot szerzett és 9 gólpasszt osztott ki a mérkőzésen. Idegenben mindig nagyon nehéz, hál' Istennek a szezon második felében az összes kulcsmeccset eddig be tudtuk húzni idegenbe, Békéscsend, Tiszaújvárosban, Honvéd ellen, és most is. Jól kezdtünk, ez mostanában egyébként jellemző ránk. Jól kezdtünk, de idegenben, pláne Salgótarjánban nem könnyű egész meccsen 20 ponttal vezetni. Én megmondom őszintén, számítottam kisebb hullámvölgyre, ami én nem akarok a játékvezetők tevékenykedésével foglalkozni, de fal problémáink voltak, agresszíven játszott a Salgótarján, és ezt engedték nekik, és a negyedik negyed elején, illetve a harmadik negyed végén kicsit felforgatott csapatokkal kellett pályán lennünk. Ők találtak egy-két szerintem szerencsés három pontos, a közönség hangja is megjött, lelkesebben játszottak, de tudtuk kezelni a helyzetet, helyén volt a szívünk és a kezünk is, úgyhogy meg tudtuk tartani az erőnyünket a végén. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Tiszaújváros 109-65, Békés Eger 79-66, Mavsz 2 Nagykőrös 72-91, Budapesti Honvéd Hódmezővásárhely 84-68 és Óbudai Kaszások Miskolc 94-101. A tabella élén a Miskolc áll 15 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 14-4-es mutatóval rendelkező Debrecent. A Nyíregyháza Blue Sharks 12 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen áll a keleti csoportban. Ismét válogatott rögbi mérkőzést rendeznek Mándokon. Március 26-án vasárnap az U16-os és az U18-as magyar válogatott lép pályára Kárpátalja korosztályos csapatai ellen. A rendezvény sajtótájékoztatóján Kis Antal, a Magyar Rögbi Szövetség elnöke elmondta, céljuk, hogy a sportágat meghonosítsák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elmúlt év októberében a Magyarország-Dánia válogatott mérkőzéssel mutatkozott be a rögbi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A mándoki találkozót követően a szervezéssel maximálisan elégedett szövetség vezetői ígéretet tettek arra, hogy a sportág 2017-ben visszatér a városba. Március 26-án két korosztályos válogatott mérkőzés rendeznek a már kiemelt versenyhelyszínként számon tartó sportcentrumban. A 16 és a 18 évesek válogatottjának ellenfele Kárpátalja hasonló korú válogatottja lesz. Mint a szövetség elnöke a megyeházán tartó sajtótájékoztatón elmondta, több szempont is közrejátszott az ellenfél választásban. Kárpátalja a szomszédunk, Ukrajna egyik jelentős megyéje területe, ott kell lenni, segíteni kell most, de furcsa helyzet, valamikor most ők tudnak segíteni, hiszen a kárpátai rögbi válogatott magyarországi fellépése azt is jelenti, hogy tényleg az az igyekezet és tudás, ami Ukrajnában és Kárpátalja rögbiben földgyűlöm lett, azt is megláthatjuk utánpótlás szinte, hogy mire elég. Nagyon érdekes, és ez szívszorongató is, meg szép dolog is, és érdemes van esetleg megnézni. Vannak olyan magyar települések, ahol gyerek rögbi csapatok vannak. Színmagyar település, színmagyar rögbi csapat, és ha átjönünk a határt, itt bizony nincs rögbi. Tehát egy érdekes helyzet állt elő, hogy Ukrajnában, Kárpátalján van magyar rögbi csapat, Kelet-Magyarországon nincs, és szerintem ebben is segítetnének a kárpátai barátaink, hogy ezt a sportágat segítsenek meghonosítani itt ezen a területen. A Tisza Trophy elnevezésű rendezvény támogatói szerződését a sajtótájékoztató keretében írták alá. Kelet-Takarék Szövetkezet az egészséges életmód és a sport elkötelezett támogatója. Több fronton üzzük ezt a szokásunkat, próbáljuk ezt a hagyományunkat népszerűsíteni. Ebbe abszolút belefér ez is, hogy most ezt a feltörekvő sportágat támogassuk. Március 26-án vasárnap 11 óra 30-tól a 16 évesek, 13 órától pedig a 18 évesek lépnek pályára Mándokon. A tervek szerint ősszel egy Szlovákia elleni válogatott meccsnek is otthont ad majd a határmenti város. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Országos szinten 5006 jég- és fagykár bejelentés érkezett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz, ebből 1528 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.
Az érintett gazdáknak valamivel több mint 4,8 milliárd forintot fizetnek majd ki az összesen 24 milliárd forintos kárenyhítési alapból. A gyümölcsösökben már javában tart a metsz, és a legtöbb helyen a következő hetekben be is fejezik. Tavaly mintegy 180 tonna illegális hulladékot szedett össze Nyíregyháza közigazgatási területén a Nyírvévé. A társaság munkatársai természetvédelmi területeken, elhagyatott utcákon, valamint oktatásnevelési intézmények közelében is dolgoztak. Szerkesztőségünkbe több illegális lerakóról érkezett bejelentés a napokban. Sóstóhegyen egy óvoda mellett lomtalanítás utáni szemét csúfította a környezetet. A délnyírségben található templomok újulhatnak meg a következő években. A középkori templomok útja program folytatásaként többek között a piricsei, a nyírbélteki és az újfehértói templomot is rekonstruálják. A reformáció 500. évfordulója jegyében indított a megyei középkori templomokat bemutató vándorkiállítás ma a Nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumba került. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 7-én kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős szeles időre számíthatunk, egy kelet felé vonuló mediterrán légörvény alakítja időjárásunkat, amely változó nedvesség tartalmú enyhe levegőt szállít fölénk. Az éjjeli órákban többnyire fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, az északira forduló szél a hajnali óráktól egyre több felé megélénkül, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, de fátyolos napsütése is számítani lehet, csapadék nem valószínű, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Csütörtöktől a hét végéig több hullámban éri el hideg, nedves levegő hazánkat, emiatt többnyire felhős szeles idő lesz, eső zápor többször is előfordulhat majd. A hőmérséklet az elmúlt napokhoz képest hűvösebben, de még így is kevéssel az átlag fölött alakul.